készülékbe, ha beletesszük a tesztelt anyagot, mondjuk ez most egy gomba, akkor a készülék a bőrnek az ellenállását méri. Igazából a dróton keresztül, a gépből ennek a tesztelt anyagnak a rezgése bekerül a szervezetbe. A szervezet ezt felismeri, mint testidegen anyagot, amivel neki gondja van, vagy elfogadja, mint egy normális. Így néz ki egy biorezonanciás allergiavizsgálat. Ha allergiás valaki, akkor a mutató nem, vagy alig mozdul ki. Minél kisebb értéket mutat, annál súlyosabb a helyzet. Az eszköz segítségével alig fél óra alatt 500 féle anyagot lehet tesztelni, mindezt anélkül, hogy az allergént a testbe fecskendeznék. Gyárilag az ampulánkban benne vannak az ételek, a fűszerek, a fémek, a pollenek, tartósítószerek, különböző vegyi anyagok, amiket a kozmetikában szoktak használni. Tehát gyakorlatilag korlátlan az a mennyiségű anyag, amit le lehet tesztelni. Akár egy falkaparékot bele lehet tenni, és akkor lehet tesztelni, vagy egy festéket, vagy egy virágföldet, ami esetleg elpenészedett. Tehát bármit be lehet mérni. Itthon a lakosság egyharmada szenved az allergia klasszikus tüneteitől, amit gyakran a szervezet telítődése okoz. A rohanó életmód, a stressz, a káros vegyi anyagok ellen az immunrendszer úgy védekezik, hogy antitestet termel, ez okozza az allergiát. Tünetek azonban megszüntethetők, akár antibiotikumok nélkül is. A kezelésnek egyénre szabottnak kell lenni, az, hogy mennyi ideig tart, azt nem lehet előre megjósolni. Valószínű, hogy egy életre szóló életmód változtatásra van szüksége, a saját környezetének a megreformálása, a táplálkozásának a minél inkább a természetes táplálkozás felé kellene irányulni, csökkenteni kellene a különböző testidegen vegyi anyagoknak a bevitelét, vagy ha azt nem lehet, akkor azoknak az eltávolítását, tehát különböző méretlenítő módszerekkel, hogy az immunrendszer minél kevésbé legyen megterhelve azzal, amivel nem kellene neki megterhelve lenni. Ha az immunrendszer legyengül, azzal együtt lecsökken a szervezet ellenálló képessége is, így az allergiás tünetek is gyorsabban jelentkeznek. László Mária szerint ahhoz, hogy újra tünetmentesek legyünk, a kiváltó okokat kell megkeresni és minimálisra csökkenteni. Igazából a megelőzésre kellene tenni a hangsúlyt, hogy úgy táplálkozzunk, hogy az immunrendszerünket erősítse, ne terheljen bennünket testidegen vegyi anyagokkal, amennyire lehet, a stressz már nem lehet kerülni, de tudjunk stresszoldást végezni, ha máskor nem, akkor a hétvégeken legyen szabad időnk, legyen kellő mennyiségű alvás, az minimum 8 óra, amikor kipihenjük magunkat, de nem mobiltelefon bekapcsolt párna mellett, ugye az elektroszmog ma már szinte kikerülhetetlen, és a világ egészségügyi szervezete is már elismeri az elektroszmog allergiát, vagyis az elektroszmog szenzitivitását, mert a lakosságnak körülbelül 5%-a vagy annál több is szenved az elektroszmogtól. Kevesen tudják, de az allergia gyakran jár együtt gombás fertőzésekkel is. Statisztikák bizonyítják, hogy a legtöbb allergiás szenved például a kandida gombától, amely a megfelelő életmóddal csak úgy, mint az allergia, elkerülhető lenne.